Itt állunk a Haller iskola épülete előtt, ami idén egy Keopos program keretében meg fog újulni. A több mint 100 esztendős épületre ráfér a felújítás. Málik le a vakolat, lekopott a festék az ablakokról, de az újabb épület is 3 évtizede szolgálja az oktatást. Most uniós forrásból korszerűsítik az épület együttes külsejét. A mosoni polgári kör rendszeresen figyelemmel kíséri az intézmény sorsát. Ez egy hatalmas nagy öröm számunkra, hogy az iskolának az épületének most fog megkezdődni a Keopos pályázat keretében a hőszigetelése, nyilászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, és hát Mosonban is, tehát ugyanúgy városban most már több iskola megújul, ez is felújításra kerül. Az épület műemléki védettséget élvez, ezért meg kellett várni az illetékes hatóságok engedélyezését is. Így nem tudott a nyári szünetben felvonulni a kivitelező. A munkák nagy részét azonban el tudják végezni délután, illetve a hétvégeken. A munkálatokat most fogják elkezdeni szeptember közepén, a közbeszerzések lezárultak, és a kivitelező elmondása szerint jövő tavasszal kerül átadásra. A kivitelező elmondta még azt is, hogy az oktatást nem fogják zavarni, tehát meg fogják oldani úgy az egész felújítási munkát, hogy nem fogja befolyásolni a tanulóknak a tanulását. Az energetikai felújítást az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Programja támogatja. Az összberuházás értéke 200 millió forint.